Kórházban Sikeres Gyulai címet vehet át dr. Gyimesi András. Dr. Gyimesi András 1976-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán szerzett orvosi diplomát. Munkáját Gyulán, a megyei kórház dr. Iványi János által vezetett egyes belosztályán kezdte el. 1981-ben belgyógyászatból, majd 1989-ben endokrinológiából szakvizsgázott. 1996-ban a Magyar Diabetes Társaság diabetológus orvosa lett. 2002 óta a Békés Csabai Réti Pál Kórház kinevezett belgyógyász osztályvezető főorvosa. A diabetológia területén kifejtett tevékenységéért 2002-ben a Magyar Diabétesz Társaság Magyar Imre díjban részesítette. Dr. Gyimesi András az egészséges életmód híve. Sokat sportol, gyakran kerékpározik. A betegek és kollégái körében is népszerű főorvosnak munkája a szenvedélye, a hivatása az élete. Igényességével mutat példát a vele dolgozóknak. Vallja, hogy a jó orvos csak jó ember lehet. 2012-ben nemzeti ünnepünkön kiváló munkájáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át. Szeretettel gratulálunk az elismeréshez, és további szép sikereket, jó egészséget kívánunk. Sikeres Gyulai címet vehet át a Gyulai Agrár ZRT. A díjat átveszi Kónya Sándor elnök úr. A Gyulai Agrár ZRT 2000-ben alakult jogelődjéből, a Gyulai Köröstáj TS-ből. A társaság 2100 hektár területen gazdálkodik. A termelés fő profilja a tejtermelő tehenészet, melyhez hagyományos növénytermesztés társul. A saját tevékenységén túlmenően jelentős segítséget nyújt évtizedek óta a vonzás körzetében gazdálkodó kistermelőknek is. Gépi munkákkal, terményszárítással és a termelvények közös értékesítésével segíti a munkát. Évek óta környezettudatos gazdálkodást folytat. Második 5 éves ciklusban vesz részt az Agrár Környezetgazdálkodási Programban, ahol a vegyszer és műtrágya takarékos, elsősorban istállótrágyára alapozott tápanyagpótlás dominál. Éves termelési értékük meghaladja az 1 milliárd forintot, melyből 70% az állattenyésztés produktuma. A társaság az utóbbi 10 évben jelentős beruházást hajtott végre, melynek értéke eléri az 1 milliárd forintot. Ennek keretében főleg az állattenyésztési telepet újították fel, amely megfelel az elvárható környezetvédelmi követelményeknek is. 2011-ben új terményszárítót építettek. A gazdaság mintegy 100 állandó dolgozót foglalkoztat, ezáltal közel 100 család megélhetéséhez járul hozzá. Szeretettel gratulálunk, és 2013-ban is ilyen sikeres munkát kívánok mindnyájuknak. Sikeres Gyulai díjat vehet át Kis József. Kis József balesete miatt nem tud itt lenni a mai rendezvényen, de engedjék meg, hogy érdemeit mindezek ellenére felolvassam őt. Kis József okleveles gazdasági agrármérnök, vállalkozó, önkormányzati tanácsadó. 1991-től részt vesz az önkéntes tűzoltó zenekarok fennmaradásáért alapítvány és a Gyula tűzvédelmiért alapítvány munkájában. 10 nemzetközi tűzoltózenekari és mazsoret fesztivál és 2 nemzetközi tűzoltó csillagtúra fűződik nevéhez. A Gyulai Kék Lámpa Egyesület elnöke, a Dürer Albert Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának tagja, a Paradicsomi Horgász Egyesület Fegyelmi Bizottság elnöke, a Társadalmi Egyesülések Békés Megyei Szövetsége alelnöke, a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnöke, a MERSZ Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége elnöke,
és a Gyulai Szorgos Hangya Szociális Szövetkezet első elnöke. Az általa előkészített koncepció és rendszerterv alapján alkotta meg Gyula város önkormányzata az új civil stratégiát. Részt vett Gyula város önkormányzata 2012 évi közmunkaprogramja kidolgozásában, közreműködött a rokonlátogatók program tapasztalatainak értékelésében, és az alapdokumentumok elkészítésével segítette elő a Körösök völgye korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoporttársulás létrejöttét. Térítésmentesen sok további civil szervezet munkáját is segíti pályázatírással, pályázati lebonyolítással, tanácsadással, adminisztratív ügyintézéssel és rendezvényszervezéssel. Gratulálunk neki és jobbulást kívánunk! Sikeres Gyulai címet vehet át Nada Banné Benyik Éva. ...1989-ben került kapcsolatba a Békés megyei szklerózis multiplexes betegek klubjával, melynek egyesületté válásában komoly szerepet vállalt. 1994-től 99-ig alelnöke volt a Magyar FM Társaságnak, 1997-től elnöke lett a Gyulai Központú Békés megyei FM Egyesületnek. 1997-ben javaslatára az Egyesület egy alapítványt hozott létre Békés megyei FM Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány néven. Így még nagyobb támogatáshoz juthattak az Egyesület tagjai. 1999-ben megalakult a Magyar FM Betegekért Alapítvány, melynek ügyvezető titkára lett. Az Egyesületben végzett munkássága alatt több mint 10 millió forint támogatást és több millió forint értékű gyógyászati és rehabilitációs eszközöket szerzett a betegek részére. 2000-ben megalakult az FM Betegek Országos Egyesülete, amelynek alelnöke lett. Kezdeményezésére és mentorálása alatt az országban Nyíregyházán felépült az első szklerózis multiplex centrum és rehabilitációs intézet. Áldozatkész tevékenysége nélkül a Békés megyében és azon belül Gyulán élő FM betegek érvényesítő képessége, rehabilitációja, kezelése, jogi és egészségügyi tanácsadása, életminősége és komfortérzete merőben más lenne. Példaképe lehet minden civil szervezet vezetőjének. Szeretettel gratulálunk hozzá, és további szép sikereket kívánok. Sikeres Gyulai címet vehet át Komorocki Alinz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője és Gyula város TDM menedzsere. Komorocki Alinz szakmai pályafutását a Gyulai Utazási Irodában kezdte, majd a turizmus más ágazataiban is gyakorlatot szerzett. Titkárként segítette a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület munkáját. Több gyulai szállodában is vezetőbeosztásban dolgozott, mielőtt Gyula város önkormányzatának képviselő testülete 2011-ben megválasztotta a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének. Legfontosabb feladata a Gyulai Turisztikai Destináció Management szervezet létrehozása volt. Irányította a Gyógyhelyi Turisztikai Destináció Management szervezet fejlesztése Gyulán című pályázat beadandó anyagának elkészítését. A pályázat nyert, és ezzel a gyulai turizmus 92 millió forint támogatást kapott az új Széchenyi terv keretéből. Jelenleg is menedzseli a projekt megvalósítását, koordinálja a város turisztikai marketing feladatokat, és a szolgáltatók hálózatba szervezésén dolgozik, Gyula egységes turisztikai kínálatának megteremtése érdekében, amelyhez szívből gratulálunk, és további eredményeket, sikereket kívánunk 2013-ra is.